A platánfák erős, agresszív gyökérzettel rendelkeznek, melyek ha túl nagyra nőnek, az épített környezetben komoly károkat képesek okozni. Ez nem csak a Liget utcában jelentett gondot. Sok probléma volt a platánfákkal egyébként nem csak a Liget utcában, hanem a város más területein is, és általában ilyen esetekben a lakosok kérik azt, hogy vágja ki az önkormányzat, vagy kérnek segítséget az önkormányzattól, hogy vágja ki a város, hiszen a platánfákról annyit kell tudni, hogy azok nem szűk térben és belvárosi környezetben élő fatípusok, ugyanis nagyon nagy a terebélyes ugye egyszer a koronája, másrészt olyan gyökérzettel rendelkezik, ami nagyon nagy teret igényel, ugye a föld alatt is, és olyan agresszív gyökérzete van, miután megnől a fa, hogy akár bármely beton építménybe, házalapba vagy útalapba nagyon nagy károkat tud okozni, és megemeli, illetve rongálja azokat. Ezért is kellett a Liget utcában is kivágni őket. Az Ültesfát Mozgalom Egyesület segítségével 130 facsemete kerül majd a régi fák helyére. A város vezetésével egyeztettünk, és felajánlotta az egyesület, hogy amennyiben ott területrendezés történik meg, tehát a fák kivágásra kerülnek, akkor az egyesület segíti a projekt megvalósulását fákkal, tehát faanyaggal, és már meg is vásároltuk egyébként a fákat, összesen 130 darab fát vásárolt az egyesület, amelyek most jelenleg le vannak vermelve, tehát azt várjuk, hogy a jó idő jöjjön, és gyakorlatilag lehessen majd ott fát ültetni. Az egyesület szakemberekkel is egyeztetett arról, hogy mely fák tűrik jól az urbanizált környezetet. Így az egyesület 65 darab magyar kőrist és 65 darab hársfát vásárolt 1,5 millió forint értékben. Azért választottuk ezeket a fákat, illetve az önkormányzattal közös egyeztetés után, mert ezeknek a gyökérzete nem olyan agresszív, nem okoz akkora károkat, mint egyébként a platánfa, és csak halkan jegyzed meg, hogy például Japánban, a nagyvárosokban a kőrisfát ültetik, és méghozzá azért, mert a szmogot nagyon jól kezeli. Nagyon jól igazodik a szűk környezethez, az olyan részekhez, ahol egyébként nincs nagy hely a magának a gyökérzetnek, a koronának, de egyébként meg a koronája nagyon szép, és semmilyen allergén, pollent vagy egyéb dolgokat nem terjeszt, ugyanez vonatkozik a hársára is. A leültetésre váró facsemeték 3 méteresek, így pár éven belül ismét látványos és árnyékot adó fasor lesz a Liget utcában.